Ha, Júlcsika, milyen régen láttam azt az aranyos teremtést. Na, bocsássa meg. Gyere be, bogaram! Kedvenc alkalom, hogy szállja. Szervusz, Júlcsika. Jaj, de régen láttam, tényleg ide. Na, mi újság? Levelek hoztam a nagyságos asszonynak. Az asszonyom küldte. Csókoltassa a nagyságát. Szóval, lássuk akkor. Ennyi, miért sírsz, kislányom? Mert az asszonyom azt mondta, hogy ha átadom a levelet, legyek nagyon szomorú és sírja, hogy a Betty nagysága megsajnáljon. Még ezt mondta az unokahúgom. Ezt tettessék nagyon gyorsan megolvasni a levelet, nem tudok sokáig bőgni. Hagyom, meg kell bőgni. Dehogy nem kell, nagysága, ezt nem tudhassa. Hát a bőgés a legfontosabb. Azért küldtek engem. Én hogy tudok bőgni, de úgy tudok bőgni. Mindenkinek az idegeire megyek. Ne bőgj! Ez idegesít! Az a jó! A nagyságos azt mondja, azt mondta, addig bőgjek, még a Betty nagysága pénzre van. Hát, ez nagyon szép. Na, ott van a szemüvegem. Hozd ide. A pénztárcája hol van, azt ne hozzam. Egyelőre a szemüvegemet. Tessék, pedig nekem azt mondták, hogy pénzt fogok kapni. Légy türelemmel. Most nem bőgök, hogy tudjon olvasni, mert fontos. Betty nagysága. Igaz az, hogy a nagyságos asszony szívén szörnyű. Micsoda? Hát az uraság azt mondta, hogy a Betty nagysága borotválkozik, mert olyan bajsza van, mint egy őrmesternek, pedig a szívét kellene borotválnia, mert ugye az őrös. Hát ez hallatlan. Hát még más furcsaságot is mondtak ám. Azt mondták a Betty néni a fogához venni a garast. Tessék nekem megmutatni, hogy tetszik a fogához venni a garast. Megáll az eszem. Ilyeneket mondanak én róla. Á, ez még semmi. Azt is mondják, hogy a nagyságos asszony vasaltatja a ráncokat az arcán, csak azt nem tudom, hogy tetszik a fejét a vasaló eszkárnak. Tényleg megáll az eszem. Ne tessék megállni az eszének, amíg nem tetszett felolvasni a levelet. Á, szóval tudod te, hogy mi van ebben a levélben? Hát, hogy ne tudnám, ha az asszonyom és az uraság órákig azon tanakodott, hogy mit írjanak. Az asszonyom azt mondta. Itt állok kétségbe esve. Nem tudok enni adni a gyerekeimnek. Nincs egy falat kenyér a házán, de erre az uraság azt mondta. Az nem jó! Hát te nem ismered ezt a bén varjút? Hát képes átküldeni egy kiló kenyeret? Az ödön azt mondta, hogy egy bén varjú vagyok? Nem. Egy másik modellot mondott, csak azt elfelejtettem. Keselyi! Légy! Azt mondta, te nem ismered ezt a bén keselyi. Ennek azt kell írni, hogy betegség van a családban. Ez szép. A betegség mindig meghatja az ilyen kis csaszit. Azt mondta, hogy kis csacsi. Nem, azt mondta, vén marhákat, de nekem azt mondták, hogy legyek kedves. Hát ez sok! Ez sok. Ezt így nem. Ezt nem lehet. Ilyeneket mondanak én róla? Hát azért írtuk azt, hogy az asszonyomnak vakbérgyűladása van. Azt akartuk írni, egy iseásza van. Csak aztán az uraság azt mondta, hogy ne írjunk ideges szavakat, mert a nagysága unintelligens és úgysem ért. Mi? Hogy írjunk, mint nincs vagyok? Hát még egy más kulcsát is mondtak, hogy dilinyós. Hát ilyeneket mondanak, hogy írulnak nálatok? Á, ez még semmi. Megfoghatom a Betty néni arcát. Mert mindenki azt mondja, hogy olyan vastag bőr van rajta, mint a cipőtal. Hagy fogjam meg! Erigy innen! És még ezek után azt jelenti, hogy pénzt fogtok kapni tőlem. Azt nem remélte senki. De az asszonyom azt mondta, hogy hát, ha megsajnál minket a Betty nagysága, meg mostanában, úgy meglágyult neki az izéje. A szíve? Nem, az agya. De az uraság azt mondta erre, hogy fogadjunk, hogy nem fog adni egy krajcát, csak az a vén mumia. Ezt mondta! De nem fogadott vele senki. Azt mondták, hogy ti nem ismeritek ezt a vénem. Múmiát? Nem, fúriát. Előbb volt a múmia, aztán a fúria. Nehéz nekem ezeket a sok idegen szavakat megjegyezni, pedig mindig tanulok. Tudok egy verset is. Elmondjam. Ne mondjál verset. Elmondom. Én kis Júlcsi.
sok boldogságot kívánok. Ha a Dunában húzik egy harcsa, a Betty nagyságát a Jóisteket sokáig tartsa. Na, ugye milyen szép volt? Csodálatos. Jé! A nagyságos asszonynak megvan mind a két lába. Tudni, hogy az unaság azt mondta, hogy a nagyságos asszony fél lába már a sírban van, és a Schwarzschild pedig, akitől az új butorokat kapjuk, elég türelmetlen. Aztán miért türelmetlen a Schwarzschild? Hát azt mondta, hogy vannak vénasszonyok, akik száz évig is eljönnek, és vele nem van. Megáll az a szem. De az unaság azt mondta. Láttam én már, karon vagyunk. Na, ez volt a vagyunk. Előbb volt a keserű, aztán karikkal. Karon vagyunk. Szóval az unokahúgom az én halálomat várják. Nem, azt nem mondta senki. Még szép tőlük. De tessék nekem megmondani, hova tetszik adni a kulcsot. Milyen kulcsot? Azt nem tudom, az uraság azt szokta mondani, hogy úgyis egyszer csak drágja a kulcsot. Hát egyszerűen, ha nem a saját fülemmel hallanám, el sem hinném. Füle! A füléről jut eszembe. Igaz, hogy a Betty nagyság a füle mögött vastag van? Csoda! Mindenki azt mondja, hogy a Betty nagyság a füle mögött vastagon van. Hát az ödöm már a múltamat is gyalázza! Nem, az uraság csak szépet szokott mondani, azt szoktam mondani az uraság. Szép kis múltja van a Betty nagysága! Nem tudok egy vasat sem! Majd tessék már megcápolni őket, mindenki azt mondja, hogy a Betty nagysága is pucik disznó. Hát tessék megmutatni, hogy nem is pucik disznó. Nem, egy krajcát sem adok, ha ilyeneket mondanak én róla. Egy krajcát sem adok. Nem baj, ha nem tetszik adni az asszonyom, azt mondtam, hogy nem baj, ha nem tetszik adni, egy krajcát sem. Legalább az unokahúgom mellettem van. Azt mondta, menjen rajta kokosó szöget. Micsoda? Kokosó szöget. Betty nagysága! Ha tetszik akarni venni kokosó szöget, engem tessék leküldeni, olyan szívesen hozok a Betty nagyságának a kokosó szöget. Nekem azt mondták, hogy egyek nagyon kedves a Betty nagyságához. Elárulok. Jaj! Pedig én olyan kedves voltam. Még jó, hogy ezeket a sok sértéseket el sem mondtam.